Lionel Messi jobb, mint Cristiano Ronaldo? Ousmane Dembélére ismét több hetes kihagyás vár. A PSG játékosai egyre inkább kételkednek Thomas Tuchel szakmai hozzáértésében. Az olasz bajnokság csapatai idén átigazolási rekordot dönthetnek. Cristiano Ronaldo komoly kritikát fogalmazott meg a modern labdarúgással szemben. Nézzük az elmúlt napok legérdekesebb foci híreit. Ha szeretnél naprakész lenni a foci világ történéseivel kapcsolatban, akkor iratkozz fel a csatornánkra, és kattints az értesítések csengőre is, hogy garantáltan ne maradj le egyetlen videónkról sem. A Le Parisien francia lap szerint Thomas Tuchel kezdi elveszíteni az irányítást a Paris Saint-Germain öltözője felett. A játékosok nagy része ugyanis egyre inkább kétségbe vonja a német tréner módszereinek, illetve taktikai döntéseinek helyességét. Egy szóval a futballisták nincsenek megelégedve a mesterük szakmai hozzáértésével. Neked van fogalmad arról, hogy mi volt ma a taktika? Nincs, de ezt már megszokhattuk. A lap állítása szerint ez a beszélgetés zajlott le két párizsi játékos között vasárnap a Rennes elleni 2-1-es vereséggel záruló bajnoki után az együttes öltözőjében, ami remekül szemlélteti, hogy a futballisták mennyire nincsenek összhangban az edzőjükkel. Állítólag Marco Verratti volt a legbosszúsabb a fővárosiak játékosai közül. Az olasz középpályás többet magával azon tűnődött, hogy Tuchel miért nem váltott formációt, amikor egyértelmű volt, hogy a bretonok taktikája arra épült, hogy megpróbálják őt kizárni a párizsi támadások építéséből. Mint kiderült, ez nyerőhúzás volt a hazaiak részéről. Verratti nem értette, hogy Tuchel ezt hogy nem észlelte. Szerinte egy sorral feljebb kellett volna pozícionálnia őt, közel az ellenfél támadó harmadához, ahol sokkal hasznosabb lett volna a játéka. A klubhoz közel álló források egyébként azt állítják, hogy a német edző nem fordít elegendő figyelmet a taktikára, és inkább a játékosok egyéni villanásaiban bízik. A rossz nyelvek szerint korábban annyiból állt nála a taktika, hogy adjátok oda Neymarnak a labdát, és ő majd megoldja. A játékosok egy része mindemellett azt is kifogásolja, hogy Julian Draxler lehet bármilyen formában, Tuchel szinte mindig kezdőként számol honfitársával. A német támadó már az első fordulóban megrendezett Ním elleni, egyébként 3-0-ra megnyert találkozón sem brillírozott, sőt kifejezetten gyengén futballozott. Ennek ellenére a Rennes ellen újra a kezdő 11-ben találta magát, ami sok csapattársánál kiverte a biztosítékot. A Serie A együttesei tavaly 1276 millió eurót költöttek új igazolásokra, ami rekordnak számít Olaszországban, ám egyre inkább úgy tűnik, hogy idén ezt a számot is túlszárnyalják. Mert hogy másfél héttel az átigazolási piac zárult előtt, már 1085 millió eurót költöttek a talján egyesületek az idei transferablakban, de ez az összeg szinte bizonyosan nőni fog a következő 10 napban. Elég csak a Napoli történetének legdrágább igazolására, Irvin Lozanóra gondolni, akinek a 40 millió eurós vételárát még nem tartalmazza az előbb említett összeg, hivatalosan ugyanis még nem jelentette beérkezését a dél-olasz klub, de ez csak időkérdése. De ott van a mintegy 80 millió euróra taksált Inter csatár Mauro Icardi is, az ő esetében szintén jó esély mutatkozik a klubváltásra. Ha pedig ez megtörténik, akkor szinte borítékolható az új rekord. Az olasz klubok közül eddig egyébként a Juventus költötte a legtöbb pénzt a piacon. A torinóiak egészen pontosan 188,5 millió euró értékben szerződtettek új játékosokat, akik közül a maga 85,5 millió eurós értékével az Ajaxtól leigazolt Matthijs de Ligt számít a legdrágább fogásnak. A bajnoki álmokat dédelgető Internacionale sem fogta vissza magát, a milánóiak eddig ugyanis 155 millió eurót költöttek a csapat megerősítésére. Az ő legdrágább szerzeményünknek pedig a Manchester Unitedtől 65 millió euróért szerződtetett Romelu Lukaku számít. Hogy az olasz klubok ilyen mértékben tudnak költekezni, az leginkább az úgynevezett Beckham törvénynek köszönhető, amely 2020. január 1-től lesz hatályos Olaszországban. Ez egy új adótörvénytervezetet takar, amely jelentős adókedvezményt nyújt azoknak a külföldi állampolgároknak, akik az országban vállalnak munkát. Ugyan nincs kimondva nyíltan, de ezt egyértelműen az élsportolókra és klubjaikra szabták. Eddig egy Olaszországban játszó labdarúgónak a keresete 47%-áról kellett lemondania adóformájában. Az új törvény értelmében viszont már csak a fizetése fele után kell adót fizetnie, a másik felét tisztán megtarthatja, azaz jelentősen csökkennek a klubok adóterhei. Spanyolországban is egy hasonló törvényt vezettek be még 2005-ben, ennek köszönhetően sikerült a Real Madridhoz csábítani David Beckhamet, akiről ezt a törvényt is elnevezték. A Beckham törvénynek is nagy szerepe volt abban, hogy a spanyol bajnokság lett a világ legerősebbje, így az olaszok joggal reménykedhetnek, hogy ennek köszönhetően a Serie A újra a régi fényében tündökölhet, és az olasz csapatok ismét vonzóak lesznek a legnagyobb sztárok számára.
Cristiano Ronaldo továbbra is nagyon élvezi a játékot, ugyanakkor azt sem tartja kizártnak, hogy jövőre felhagy a labdarúgással. Többek között erről is beszélt a Portugál TV1 csatornának adott interjújában. A Juventus ötszörös aranylabdás labdarúgója elmondta, hogy egyelőre nem foglalkoztatja a visszavonulás gondolata, ami ennek ellenére akár egy év múlva is megtörténhet, mint ahogy az is, hogy 40 vagy 41 éves korában akasztja csak szögre a focicipőt. Meglátjuk, mit hoz a jövő, mindig is azt vallottam, hogy az ember az adott pillanatot élvezze ki, mondta a már 34. életévét is betöltő portugál klasszis, aki emellett az átigazolási piac változásairól is kifejtette a véleményét. Ronaldo szerint egyre nehezebb követni, hogy mi történik a modern labdarúgásban, és nem tartja helyesnek, hogy az átigazolási díjak ilyen mértékben az egekbe szöktek. A klubok egyre nagyobb és nagyobb kockázatokat vállalnak, és egyre több esetben fizetnek ki olyan játékosokért egy valak pénzt, akik semmit sem tettek még le az asztalra. Ma már szinte bárkiért fizethetnek 100 millió eurót, anélkül is, hogy az illető játékos bármi különlegeset mutatott volna, vélekedett a támadó. Majd gyorsan hozzátette, hogy 19 éves honfitársára az Atletico Madrid által 126 millió euróért megvásárolt João Félixre nem vonatkozik ez az állítás. Sokkal több a pénz a labdarúgásban, mint korábban. Egy közép hátvéd és egy kapus vételára is elérheti a 70-80 milliót. Nem értek ezzel egyet, de ilyen világban élünk, el kell ezt fogadnunk, zárta mondandóját a Lusitán sztár. Bal szerencsésen indul az új szezon az FC Barcelona számára, hiszen Lionel Messi és Luis Suárez után Ousmane Dembélé is megsérült. Bár az argentin csillag időközben felépült és a hétvégi bajnokin állítólag már bevethető lesz, ám utóbbi két játékosra a következő egy hónapban biztosan nem számíthat Ernesto Valverde vezetőedző. Dembélé sérülésén persze már meg sem lepődik az ember, hiszen a 2017 nyarán a Borussia Dortmundtól érkezett francia szélső a Márka statisztikái szerint az elmúlt két év alatt összesen 228 napot volt sérült, a mostani pedig már a hatodik eset, hogy a maródiak listájára kerül. Az állandó sérüléseknek tudható be, hogy a Barcelona azóta lejátszott 120 tétmeccsén a 125 millió eurós vételárával a klub történetének második legdrágább igazolásának számító Dembélé csak 68-szor lépett pályára. A klub közlése szerint a 22 éves játékosnak újfent a bal combhajlító izma húzódott meg, ami miatt várhatóan 5 hetet kell kihagynia. Egyébként a spanyol lapok szerint a támadó komoly büntetésre számíthat a Barcelonától, mivel Dembélé a Bilbao elleni meccs után már fájdalmat érzett az előbb említett testrészében, de azt gondolta, csak egy kis rúgást kapott, így nem szólt senkinek és orvosi vizsgálaton sem vett részt. Egy nappal később Szenegálba utazott, hogy meglátogassa a családját, majd amikor visszatért, a többiekkel elkezdte az edzést, ám 20 perc után jelezte, hogy komoly fájdalmat érez és nem tudja folytatni a gyakorlást. A klubnál értetlenül állnak azelőtt, hogy Dembélé miért nem szólt az orvosoknak a problémájáról, hiszen a játékos a barcelonai karrierje alatt ezt az esetet megelőzően már 3 alkalommal került partvonalon kívülre az átlagosnál érzékenyebb bal combhajlító izma miatt. A spanyol liga és a hivatásos labdarúgók érdekvédelmi szervezetének közös szabályzata egyébként kimondja, hogy az a játékos, aki az engedetlenségével és a nem törődömségével súlyos kárt okoz klubjának, komoly pénzbírsággal sújtható. Dembélé cselekedete pedig mindenképpen súlyos engedetlenségnek számít, hiszen úgy utazott el külföldre, hogy tökéletesen tisztában volt azzal, hogy sérült. Minden esetre, ha a Barcelona úgy dönt, hogy a franciát 11 és 30 nap közötti fizetés nélküli felfüggesztéssel sújtja, akkor a szabályzat értelmében a játékosnak 360 ezer eurós büntetést kell majd befizetnie. A 30 napon túlmenően viszont már 1 millió eurós bírsággal kell számolnia. Ha viszont a Barca nem függeszti fel Dembélét, akkor a vétsége miatt kiszabott büntetés 215 ezer euró összegű bírságot eredményezhet, vagy megvonják tőle a havi fizetése 25%-át. A labdarúgás elmúlt 15 évének egyik legnagyobb dilemmája, hogy korunk két legkiemelkedőbb egyénisége, az egyaránt ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo vagy Lionel Messi a jobb játékos. Úgy tűnik, végre valahára választ kaptunk erre a kérdésre, feltéve, ha hiszünk a Löweni Katolikus Egyetem tudományos csoportja és a Holland Sci Sports kutatói által közösen kidolgozott képletnek, amely a játékosok pályán mutatott teljesítményét méri, és ezen adatok alapján határozták meg most a szóban forgó két klasszis értékét is. Egy futballista értékét általában a gólok és a gólpasszok száma határozza meg, ami azonban ritka eseménynek számít, kivált kép, ha azt vesszük, hogy egy mérkőzésen átlagosan 1600 akció történik. A mi képletünk azonban mindent figyelembe vesz, így a lövéseket, a passzokat, a cseleket és a labdaszerzéseket is, és ez alapján számolja ki egy futballista teljesítményének értékét.
magyarázta a modell működését Jesse Davis, a belga egyetem professzora, aki emellett azt is elárulta, hogy az értékelési rendszerbe az is beleszámít, hogy az előbb említett események milyen mértékben növelik a gólesélyét, illetve hogy befolyásolták-e a mérkőzés végeredményét. A kutatás Messi és Ronaldo esetében kizárólag a spanyol bajnoki mérkőzéseket vizsgálta a 2013-14-es és a 2017-18-as szezon között, tehát a bajnokok ligáját, a hazai kupameccseket és a válogatottbeli szerepléseket nem vették figyelembe. A végeredmény pedig azt mutatta, hogy az argentin sokkal meghatározóbb volt a csapata játékára. Messi ugyanis 1,21 százados osztályzatot kapott a teljesítményére, míg Ronaldo csak 0,61 századot. Tom DeCross, a módszer egyik kidolgozója elárulta, hogy az első két idényben fej-fej mellett haladt a két játékos, 2015-ben viszont megváltozott a helyzet. Messi onnantól kezdve ugyanis sokkal jobb eredményeket produkált. Emellett arról is beszélt, hogy megfigyeléseik szerint többnyire két típusú játékos létezik. Egyes játékosok sok megmozdulást jegyeznek, de kisebb értékkel, mint például Paul Pogba, aki ugyan kevés gólt szerez, de a megmozdulásai nagy hatással vannak a csapata játékára. És vannak azok a futballisták, akik ugyan kevesebbszer érnek a labdához, de azok a megmozdulások magasabb értéket képviselnek. Ők elsősorban a gólszerzésben jeleskedő játékosok, mint Harry Kane, Mohamed Salah vagy Cristiano Ronaldo. Messi viszont kiemelkedik a mezőnyből, hiszen az átlagnál többször ér labdához egy mérkőzésen, de azok magas értéket képviselnek, tehát az ő játékbeavatkozásai általában komoly hatással vannak a mérkőzés alakulására, magyarázták Messi magas pontszámát a módszer kidolgozói. Írjátok meg a véleményeiteket a hírekkel kapcsolatban, ha pedig tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és további foci videókért iratkozzatok fel a csatornára!